Az Ősfehérvár alkotóközösség ismét egy kivételes képzőművészeti tárlattal egybekötött kulturális estel ajándékozta meg vendégeit az Árpád-fürdő galériájában. A vendégek Győrből érkezve megerősítést nyújtottak képben, versben, s tették ezt gondoskodó tisztelettel. Régi kapcsolatom van a győri barátokkal, még Klej János idejéből, és ők is meghívtak bennünket, az Ősfehérvár alkotóközösséget, ők is meghívtak vendégkiállításra, és egy ilyen alkalommal ismertem meg Virág Lajosékat, és nagyon megtetszett Lajosnak a fotóművészete, és azt gondoltam, hogy itt az ideje, hogy ismét meghívjam Virág Lajos fényvadászt egy ilyen csodálatos kiállításra. Virág Lajos a Győri Fotóklub Egyesület alkotójának fotókiállítása bizonyosan elbűvölte a látogatót, hogy az igazi, tőről metszett fényvadász nem csak hogy nyitott szemmel tekint környezetére, de ismeri annak minden rezdülését, és rendszerezve azt művészi attitűdökkel kiegészítve tárja elénk. A művészi élmény mindig fontos, a nézőnek is fontos, nem csak az alkotónak, és az indítatás. Ez egy kicsikét olyan, hogy maga mutogatásnak tűnik, de aki megízleli a művészetnek a szépségét, az izgalmát, az alkotás izgalmát. A fotókat kísérő versek, illetve a megnyitón elhangzott költői gondolatok nem csak sugallják Gőzsivali előadói készségeiből fakadó mélységeket, de valóságos kegyelmi pillanatokat is hordoznak, hiszen az előadásokból kitűnik az újjászületés reménye is. Mélységes megtiszteltetés nekem, hogy a férjem emlékére is néhány kép kiállításra került, aki ez év április 19-én hunyt el. Mi 50 éves házasok voltunk. Meghalt egy fiunk 2000-ben Görögországban. Nagyon nehéz, de nagyon gyönyörű életünk volt. Végül is idősebb korunkban tudtunk igazán annak élni, amiért azt hiszem, hogy a világra, a földi világba érkeztünk. Az esti indítatásában visszaköszönt Tamási Áron egykori üzenete: miénk a fény, amit lelkünkbe fogadtunk.